épp az egyik növendéke látható a háttérben a zongora mellett, mert hogy ma növendékek hangversenye, zongora hangversenye lesz itt a zeneiskolában. Hogyan kapcsolódik össze a muzsika, a komoly zene és a költészet napja, mert hogy eredetileg ennek az apropójából lesz ez a mai hangverseny. Így van, hát most már több mint 10 éve a zongora tanszak rendez egy koncertet, amelyre meghívunk színészeket is, minden alkalommal más témát választunk. Végül is a zene is költészet, zeneköltészet, és ez nem csak a prózához, hanem a muzsikához ugyanúgy kapcsolódik. Az idei témánk Edvard Grieg, norvég zeneszerző munkássága lesz, a növendékeink az ő életművéből választottak darabokat, amit előadnak, és Vörös Marti Mihály, aki 160 évvel ezelőtt hunyt el, az ő évfordulója kapcsán emlékezünk prózában, egész pontosan versben, így vendégünk ma este I. és Robert, a Budaörsi Latinovics Színház Jászai Díjas színésze. Ő fog szavalni egy költeményt, ami Liszt Ferenchez című ódát jelenti. Hát nyilván Liszt Ferenc így kapcsolódik hozzánk. Ugye mi zeneiskola vagyunk, és Liszt Ferenc kiváló zenepedagógus volt, csodálatos zongoraműveket komponált, így az ő művét is megidézzük a ma este. Mit lehet elmondani a mai zongorista, zongoraművész növendékekről, hallgatókról, tanulókról, azt tudom, hogy a pontos terminus technicus, tehát a diákjairól, milyen a felhozattal, milyen az utánpótlás? Mi egy kivételezett helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sokan járnak hozzánk, úgy kell egy határt szabni, felvételét szabni, az szerint veszük fel a gyerekeket, hogy hát az ügyesebbeket, mert szerencsére nagyon sokan vannak. Nyilvánvalóan, akik ide beiratkoznak, nem zenei pályára mennek elsősorban, hanem kultúrát, művészetet, muzsikát tanulnak. Amit tapasztalok, és ami nagy öröm, hogy ha sokáig tanul egy növendék, akkor ő már képes a kamara muzsikálásra, tehát osztálytársával, hasonló korú, más hangszeren tanuló diáktársával összefog, és megtanulnak egy-egy zeneművet, amit nagy örömmel gyakorolnak, és aztán adnak elő kisebb, nagyobb közönség előtt. Én úgy gondolom, hogy nincs nagy baj az ifjúsággal, amíg van érdeklődése a komoly zene iránt. Én bízom benne, hogy ez így lesz sokáig. Jók ezek az alapok? Tehát ezek valóban egy táptalaját képezhetik annak, hogy egy egészen más műfajban is megállja a helyét a leendő zenész? Mindenképpen. Ez olyan, mint mikor a gyerekek az első osztályban megtanulják az ABC betűit. Itt a gyerekek megtanulnak kottát olvasni, ritmust, és közösen énekelni, közösen muzsikálni, hogy aztán ő ezeket a betűket, az ABC hangjait, aztán ő hogy használja fel, milyen vonalon halad tovább, az már az ő képességei szerint, illetve kreativitásai szerint alakul. Nekem is volt olyan növendékem, aki itt kezdett, kiárta az összes osztályt, ami azt jelenti, hogy 10 évig hozzám járt zongorázni, és ahogy hallom, fantasztikusan improvizál. Most a jazz érdekli, és nagy örömmel hallgatom, amikor fellép valahol. Tényleg örömét leli benne. Hát ez a legnagyobb dolog, amit ma a zene tanulás adhat, hogy örömmel csinálják a gyerekek. Az itteni növendékek, még ha nem is lesz belőlük muzsikus, tehát egészen másfelé visz az életük útja, de pusztán az, hogy tudnak egy hangszeren jelesül zongorán játszani, ez mit ad hozzá, mit adhat hozzá a személyiségükhez? Na, nagyon sok mindent. Én azt gondolom, ha zeneiskolával lenne tel ez az ország, akkor nem lenne, hogy is mondjam, szükség drogprevencióról beszélni, hiszen az a gyerek, amelyik zenével foglalkozik, és egy közösségbe jár, fúvó zenekarba, vonó zenekarba, ütő együttes tagja, annak nem lesznek gondjai a pszichedelikus szerek hiányával. Én orgonista vagyok, és több orgona koncertet adok ebből kifolyólag, tehát nekem az a terep az, ami inkább a hangverseny életet jelenti, illetve kamaramuzsikában veszek részt, tehát társaimmal hegedű, fuvola, cselló, ez az általános hangszerpark.